Rendkívül értékes képekkel bővült Európa egyetlen állandó jellegű kiállítás, amely Andy Warhol a felvidéki származású amerikai képzőművészt és életművét mutatja be. A szlovák-lengyel határnál fekvő mezőlaborci Andy Warhol Modern Művészetek Múzeumának tárlata 11 darab, mintegy 120 ezer euró értékű képpel bővült. Az alkotások az 1960-as évekből származnak, és a Kennedy amerikai elnök ellen végrehajtott merénylet utáni amerikai világot mutatják be. A szitanyomással készített eredeti képek az elnököt, feleségét, a gyilkos fegyvert és az elfogott merénylőt is ábrázolják. Amint meghallotta a Kennedy ellen elkövetett merényletet, egy szép portfóliót készített, mely a gyilkossághoz köthető részleteket örökíti meg. A fegyver, amivel valószínűleg meggyilkolták, vagy a társadalmat ért sok hatása. Ez egyfajta képzőművészeti napló, jegyzetek, mintha Warhol lett volna a kreatív oknyomozó. Warhol attól volt zseniális, hogy kiváló megfigyelő volt. Mindent megnézett, feljátszott, lekövetett, és azt kereste, ami természetes, amit az emberek banálisnak tartottak, ami úgyis feledésbe merül. Megöltek egy elnököt, na és? De ő a kreatív képzeletében ebből olyat alkotott, ami máig sokkol minket. Mondja a múzeum főkurátora, aki mintegy 30 éve kutatja a sokoldalú művész életét és munkásságát. Az első naív rajzaitól kezdve a poparton és annak kicsúcsosodásán keresztül egészen az abstrakcióig, a multimédiáig ívelt munkássága. Mindenhol jelen volt, ami a művészettel összefügg, a zene, a divat, a színház és a költészet terén is. Ha mindezt összevetjük, akkor rájövünk, hogy a művészet maga Andy Warhol, mondja a kutató. A performance, a multimediális művészet és az underground szubkultúra megteremtője alkotásaiban a világ történéseire reflektált. Megörökítette kora a legnagyobb csillagait. Marilyn Monroe-t, Elvis Presley-t, ott volt a Bob Dylan, John Lennon és Michael Jackson karrierjénél. Igényesen a média őrületes befolyását feldolgozva alkotott. Műveiben eltörölte a rajz, a fénykép és a festmény közötti határokat. A bizánci kultúra és az abból, illetve az ikonosztázionokból kiragadott sokszorosítás élménye meghatározó volt számára. Nem csak egy dologra összpontosított, hanem mindenre nyitott volt, nagyon tetszenek ezek az alkotások. Főleg ez a kettő, mert teljesen más technikával vannak megcsinálva, mint a többi, és ezt eddig nem láttam. Szuper volt szerintem, mondja ez a látogató. Az intézmény a világon elsőként kezdett foglalkozni a pop art királynak személyiségével. A múzeumot 1991-ben Andy testvére John Warhol látogatása után 12 ajándékba kapott képpel alapították. Ezzel állítva emléket a képzőművész szüleinek. Ma már közel 300 hozzá köthető eredeti alkotás és tárgy van a múzeumban. 80%-uk magánszemélyek fanatikus gyűjteményéből származik, Európa minden szögletéből, ne Szlovákiából is, akik hosszú időre kölcsönözték a múzeumnak. Ezzel az intézmény tárlata attraktívabb lesz és bővül a gyűjteménye. Az elmúlt évek során eljutottunk arra a szintre, hogy a látogatóknak meg tudjuk mutatni Andy Warhol teljes életművét, alkotásának minden korszakából, mondja az igazgató. A kiállítás részét képezik az amerikai pop art és a street art kultúra tagjainak alkotásai, köztük az Andy Warhol elkötelezett diákjaként és az első New Yorki graffiti festőként ismert Kate Herring és a Virágok című mintegy 130 ezer eurót érő kép sorozata is. Ez az egyik legutolsó alkotása, halála előtt készítette. Ez egy nem megszokott graffiti, szinte monumentális alkotás. A virágok, a színek, a kiöntött festék mind a graffiti kezdetéhez való visszatérést, és egy fiatal ember magába fordulását jelképezik, aki tudja, hogy közeleg a vég. Az élet és az elmúlás kontrasztja. A kiállítást évente közel 30 ezeren látogatják, elsősorban lengyel, magyar és cseh turisták. A múzeum több európai intézményben rendezett már vendégkiállítást. Kora tavasszal a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban mutatják be az egyedülálló gyűjtemény egy részét.